25. Nekem 25. Neked 25. Hát de neked... Nekem is. Az utolsó oldalon van a Brickben mindig ezek a nemzetközi finomságok. De ez óriási. Ez a nő a leggazdagabb ausztrál. Festettek róla egy portrét, és kicsit megijedt. Tessék, biztos Erőny Karácsonynál azt írják. Látja, mindenki ír össze-vissza mindent. Magyarországon újra politikai verseny van. Újságoknak dögunalom volt idáig. Mindig leírhatták, hogy a Fidesz megnyerte a választást. A polgármester jelölt az még erősebben ragaszkodott hozzá, hogy de igenis van. Nem kicsi a veszteség. Ő azt mondja, hogy jelentős a veszteség. Amikor még először itt jártam, akkor terülyasztalkám volt, ilyen 5-6 fogásos ebédek. Most már a három gömbölt fagyi is sok, mert ugye csökken a bevétel, aszály van, kiszáradtak a források. Lázár János közlekedési miniszterrel tartatott a Blik stábja nyírség és hajdúsági kampány körútján. A politikust a kampányba betöltött szerepéről kérdeztük, illetve a Fidesz kihívásairól, ami a kampányban érinti őket. Az utolsó oldalon van a Blikben mindig ezek a nemzetközi finomságok, de ez óriási. Ez a nő a leggazdagabb ausztrál, és festettek róla egy portrét, és kicsit megijedt. Hát a kortárs képzőművészet és a kortárs festészet nem hétköznapi. Tessék, biztos Erőny Karácsonynál azt írják. Látja, mindenki ír össze-vissza mindent. Tele van a világ elképesztő drámákkal. Hajnalban a közlekedési felügyelet jelezte nekem, vagy valamelyik közlekedési szervezet, nagyon korán reggel, hogy egy olasz állampolgárságú rossz állapotban lévő férfi találtak meg, és először nem akarták elhinni, hogy amit mond, ez valóság lenne. Mármint, hogy ekkora baleset történt, és ennyien meghaltak. Ez egészen drámai. Lezuhant az iráni elnök, meg is halt. Ez is nagyon durva. Igen. Leginkább az a komment a durva, hogy minden változató megy tovább Iránban, mintha semmi nem történt volna. Igen, azonnal. Úgy tűnt, hogy az irániaknak nem okozott pótolhatatlan veszteséget. Nem, hát ahol 3,5%-os a részvétel egy elnökválasztáson, ott igen, ez egy más világ. Ez is jól mutatja, hogy a demokrácia relatív fogalom. Viszont Fico jobban van. Hál' Istennek. Az nem egy jó dolog, nem a jót jelenti, hogy az ország határa háború van, egyik szomszédos országban háborúznak, a másik szomszédos országban pedig 5 lövést belelőnek. 5 lövéssel lelőjük a miniszterelnököt. Az nem adnak a jele, hogy minden rendben lenne a világban. Elmegyünk Debrecenbe Paplacihoz, a polgármester urat meglátogatjuk, mielőtt azonban hozzámegyünk, az illendőség okán felkeressük a református, illetve a katolikus püspökurakat. Debrecenből kimegyünk Hajdúsámsonba. Hajdúsámson az tulajdonképpen egy kvázi előváros, 15 ezres előváros a Debrecennek, nagyon fontos hely, és ott azt hiszem 14 óta mi adjuk a polgármester, fiatal tehetséges polgármester, és ott elég jól mennek a dolgok, nagyon sok fejlesztés történt. Aztán elmegyünk Nyíradonyba, Tasó Laci nagyon régi jó barátom, az abszolút személyes ügy, szintén népi káder, még polgármester volt, amikor megismerkedtünk. Elmegyünk Nyíregyházára, ott találkozom szintén polgármester képviselők, ott lesz egy utcafórum, és végül Simon Miklósnál fejezzük be, akihez megyünk két helyre. Ugye Újfehértóra és Nagykállóba, jól mondom? Igen. Ez hat állomás a mai nap folyamán, átlag nap. De mennyi kilométert megyünk egy hónapban, István? 10.000 körül. 10.000 kilométer per hónap. Igen. Nem rossz. Hát akkor azt megtanulná, eljön hozzám sofőrnek, ha véletlen befejezi az újságírói pályafutását. Mégsem a politikai rovat a Bliknél mégsem jön össze. Azt mondja, meg akar tanulni vezetni, itt nálam van lehetőség. Rengeteg közvéleménykutatást csináltat mindenki, és ma már egy Debrecen méretű városnál rutin, hogy a kormánypártok és az ellenzék is, vagy a kormányzók és a mindenkori ellenfelek, vagy a kihívók és a kormányzók is készítenek közvéleménykutatást. Ezeknek a megbízhatóságával kapcsolatban nekem komoly feltartásaim vannak. A tendenciákat lehet, hogy mutatnak, de hogy aztán mi lesz a vége, az azon múlik, hogy kik mennek el szavazni. Hogyha a Fidesz szavazói elmennek szavazni úgy, ahogy szoktak, akkor nehezen képzelem el, hogy bármiféle problémája lenne a Fidesznek a választásokon. Hogyha a Fidesz szavazók otthon maradnak tiltakozás vagy passzivitás okán, akkor lesznek problémák. Az a kérdés, hogy a Fidesz szavazók elmennek-e szavazni. Találkozunk majd a jelöltekkel. Találkozunk a jelöltekkel, az összes debreceni jelöltel, és egyébként az őket segítő aktivistákkal is, tehát ott egy 150 ember jelenlétére számítani lehet. Az kicsit túlzás volna 9 órakor reggel.
Szegények, remélem, hogy, remélem, hogy szegények nem ezzel büntetik magukat. Ahogy engem hallgatnak. Lázár János vagyok, szia! Sziasztok! Lázár János vagyok, szia! Szia, Lázár János vagyok! A mi nagy közös sztorink annak idején 25 évvel ezelőtt itt Debrecenben kezdődött. Én azok közé, az újoncok közé tartoztam. Jövőre 50 leszek, úgyhogy ezt a hülyeséget már nem mondhatom. Azok közé, az újoncok közé tartoztam, akiket annak idején Kósa Lajos egy kicsit a hónuk alá vett, mint kezdő polgármestert és korepetált. Hálás vagyok azért, hogy Lajos barátjának mondhatom magamat, ezt köszönöm szépen. Aki nem megy el szavazni, az lemond arról, hogy a saját sorsát befolyásolja és döntsön a saját városa, a saját közössége és a saját hazája ügyében. Izgalmasabb lett a politika. Vannak, akik mindig várják az újabb és újabb messiást. Az a helyzet, hogy közös a sorsunk, mert mi Hódmezővásárhelyen is próbálkoztunk egy messiással. Aztán ebből mégiscsak egy kétharmados kormány született 2022-ben, őt is Péternek hívták, de az lett a vége, hogy 2022-ben a mi vásárhelyi messiásunk lehetővé tette, hogy a Fidesz ismét kétharmadot kapjon. Lehet, hogy az új messiás lehetővé teszi, hogy 2026-ban újra kétharmadot kapjunk, nem lehet tudni még egyelőre. Hódmezővásárhelyi tanyavilágban azt mondják, hogy bolond világban élünk, ez talán jól mutatja azt, hogy innen nem messzire, egy velünk szomszédos országban háború van, innen szintén nem messzire egy velünk másik szomszédos országban pedig 5 lövést adnak le egy miniszterelnökre. Ha valaki azt mondja, hogy ez volna a világ normális rendje, és hogy manapság a világban, itt Közép-Európában a dolgok jól mennek, az azt hiszem nincs magánál. Tehát nem mi találjuk ki a háború és béke kérdéskörét, mint politikai propagandát, a valóság az az, hogy sajnos 80 évvel a II. Világháború lezárása után, amiben 1 millió magyar katonát veszítettünk, az a veszély fenyeget bennünket, hogyha Magyarország kormánya meggyöngül vagy meggyöngítik, akkor beletolják Magyarországot a háborúba. Negatívan befolyásolja Debrecen jövőjét, mint ahogy negatívan befolyásolta az a sok halott is, aki ott maradt az első és második világháború csataterein debreceniként. Erre gondoljon minden család, amikor a háború és béke kérdésével foglalkozik itt Debrecenben. Lázár János vérbeli vidéki politikus, karakterét pedig igazán megmutathatta vidéki kampánykörútja során. Debrecenben csatlakozott hozzánk a város polgármestere, Papp László is, akivel fontos gondolatokat cserélhetek az akkumulátorgyár körüli társadalmi vitáról és a szerzett tapasztalatokról. 25 év. 25 neked. Év. Neked 25. Nekem 25. Neked 25. Hát de neked... Nekem is. 98-ban kampányfőnök voltam. A 98-os tavaszi választáson voltam kampányfőnök, és akkor nyert a Rabcsák első fordulóban egyedül az országban. Azt a választást közösen húztuk be, már annyi, hogy én dolgoztam a keze alá. Annyit dolgoztam, hogy el nem tudod képzelni. Hordtam a szórólapot, mindent csináltam. 1998. 98, emlékszem rá. Laci, és hogyan a feleséged? Köszönöm szépen, minden rendben van, hál' Isten. Dolgozik sokat. Valakinek pénzt is kell keresni. Valakinek kell gondoskodni a családról. Igen. Különösen az elmúlt egy év, az iparosítással kapcsolatos negatív véleményeknek a kezelése az egy fontos kihívás volt. Ugye nem engedhetünk el kritikát a fülünk mellett. Arra mindig érzékenynek kell. Mindig érzékenynek kell lenni. A probléma tagadása a bukás biztos. Abszolút. Teljes mértékben egyetértek. Tehát azért életem egyik legemlékezetesebb pillanata lesz az a tavaly január 9-i közmeghallgatás, amikor 800 feldődött, felhergelt ember. Ez 2023. január 9 volt? 23. január 9. Sose fogom elfelejteni. Nagy iskola de, volt. De egy nagy de tanulság, tanultál egy óriási remélem. Tanulság. Igen, abból a szempontból nagyon tanulságos volt, hogy olyan problémákra hívja fel a figyelmet ez a közhallgatás, közmeghallgatás, amely problémákat mindenképpen kezelni kell és foglalkozni. Kicsit ideges volt, amikor lefeküdtél aznap este, mi? Hát a feleségem azt mondta, hogy még nem láttalak ilyennek, Laci. Hát ez kell ilyen. Az jó, amikor a választók mondta... oda mennek és leordítják az embert. Majd utána megválasztják. Az kell, igen, kell. Azt kell, hogy mondjam, hogy kell ez is. Meg a gyáraknak se szabad akármit megengedni. Hát nem is engedik. Ezért létrehozzuk ezt a központi környezetvédelmi hatóságot. Minden ember pártállástól függetlenül érzékeny a környezetére és érzékeny arra, hogy mi történik körülötte. Mindegy, hogy fideszes vagy nem fideszes. Erre az emberek érzékenyek, hogy a lakókörnyezetükben és az élőhelyük körül mi az, ami történik. Abszolút így van. Ha utat építesz, akkor is így van. Én rengeteg ilyen problémával futok. Hát déli körvasútnál küzdök 1011. kerületben. Marha nem mindegy. És tudod, ott is azt csináltam, kimentem a helyszínre. Marha érdekes volt. És az egyik panasz az volt, hogy odahúzunk a szájuk elé egy 8 méter magas betonfalat, és valójában nekik van igazuk. Ugyan a tervezőket még nem tudtam meggyőzni, zajvédelem, biztonság, stb., de valójában ki a fene akar úgy élni, hogy 20 méterre az ablakától, vagy 50 méterre, ott van egy 8 méter magas betonfal.
ez egy ugyanolyan ősi mesterség, mint az a bizonyos másik, és nem kell csodálkozni, hogyha politikus van, akkor kampányolni kell. Igen. Van egy másik ősi mesterség, amit nem kell csodálkozni, hogyha használják az ember. Ilyen ez, barátom. Igen. Igen, nézem a közösségi médiában a kampány körútadat. Hát azt, hát ott is elég jó, de ezt nem csak én döntöm el, mert a főnökség úgy döntött, hogy Lázár úr méltóztassék. Szerintem jól döntött. Nem tudjuk. Érdete az emberek hangját, szalát. Frászt tudja. Nagyon egyszerű ez a választás, mert tulajdonképpen egyet fizetnek, kettőt kapnak, megválasztják a Szabolcsot, és én is járok vele. Úgyhogy nem olyan rossz ajánlat ez a jelen és a jövőt illetően. Marakodás vagy gyarapodás, polgármester akar lenni valaki, vagy tenni akar valamit. Én nem arról akarom magukat meggyőzni, hogy a másik alkalmatlan, hanem arról, hogy mi alkalmasak vagyunk. És azt tudom mondani önöknek, hogy a fideszes jelöltek, polgármester jelöltek és képviselők minden hibájukkal együtt még mindig sokkal alkalmasabbak, mint aki velünk szemben jelentkezik ezért a bizalomért és ezért a mandátumért. Azt tudom mondani, hogy ha a fideszesekre szavaznak országosan és helyben, ha Orbán Viktorra szavaznak, akkor béke lesz és lesz pénz is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá Sámson, hajrá Szabolcs! 18-as kampányt, a választásokat megelőző hangzott el egy ilyen állítólag miniszterelnök úrtól, hogy olyanok lesznek az útviszonyok Békés Csaba felé, mint amilyenek voltak, amikor kénytelen volt megérkezni a megyeszékhelyre, akkor őt leváltja. Igen, de 44-esre vonatkozott. Az a 44-esre. Hogyha nem kezdi el Lázár végre építeni az M44-est, akkor ebből baj lesz. Ezt mondta, amikor megkötöttük a Modern Városok szerződést Békés Csabával, ez azon a sajtónyilvános testületi ülésem, vagy megbeszélésem, vagy aláírási ceremónián volt valóban. De 44-es mindjárt készen van. Igen, nem sokára készen. Valóban. Leváltási okot megszüntettem. Illetve ettől függetlenül leváltottak 18-ban. Tehát nem a 44-es vagy a Békés megyei útviszonyok voltak az okai. Bár innentől kezdve lehet kapaszkodni, mert Debrecenig borzalmas lesz az út. Tehát ez az út viszont nagyon rossz állapotú sajnos. Rossz a közlekedés miniszter. Az a hír járja, hogy... Fene egyemek. Az a hír járja egyébként, hogy ön kapta talán pont azokat a feladatokat miniszterként, fincsi ahol a legtöbb... Ahol a MÁV-val, meg az úthálózattal, igen. És ezekkel a fejlesztésekkel. Csak hát baj van. Egyrészt baj van, meg ahol jelen pillanatban ugye a gazdasági helyzet nehézségei miatt talán a legtöbb kiadáscsökkentést kellett végrehajtani. Nézze, a tárcámról két dolgot lehet elmondani, csak baj van és pénz nincs. Tehát bajból rengeteg van, pénzben nagyon kevés. Ez az igazság. És akkor volt, és beruházás leállítása. Akkor szerencsés önnek kampányolni? Hát nézze, ez egy jó kérdés. Ezt nyilván azoknak kell eldönteni, akik meghívtak, vagy akik üdvözölnek polgármesterként, vagy úgy gondolják, hogy segítek és nem ártok a kampányukban. Az egész állami beruházási rendszer az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz került, például a beruházásoknak a teljes előkészítése. Szerintem érdemes a minisztériummal jóba lenni. Annak ellenére, hogy most kevesebb forrás van, mert minden beruházásról ennél a tárcánál mondják ki a végső szót lényegében. Igen, nem nehéz évek járnak a vasútra azért, mert előregedett a járműpark és előregedett az infrastruktúra, ez kétségtelen tény. Egy 10 éves fejlesztési programot kell végrehajtani, mert két egyszerű dolgot kell megvalósítani. Egyrésztről újjá kell építeni az infrastruktúrát, tehát meg kell építeni a vasúti pályákat, vagy korszerűsíteni kell jobban mondva a vasúti pályákat, a másik pedig, hogy járműveket kell vásárolni. Ez az nagyon egyszerű dolog, iszonyatos pénzről beszélünk. Ez a kettő együtt, hát 10 000 milliárdos nagyságrend. Ilyen pénzekről van szó. Arról már sikerült meggyőzni a kormányt, hogy vasúti pályafejlesztés lesz, évi 100-150 milliárdot ebbe bele fogunk tenni, már 24-ben is elkezdjük. Tehát lesz változás, 4,5-5 millió embernek kell naponta megindulnia iskolába, orvoshoz dolgozni, szolgáltatást igénybe venni, és szerintem mi más lehetne fontosabb közcél vagy közjó, mint ezeknek az embereknek segíteni. A tarifareform volt az elmúlt 35 év legnépközlekedési reformja. A díjkedvezményeink az több millió embert érintenek pozitívan, az elvileg azt jelenteni, hogy csökken a bevétel, de miután többen utaznak, ez volt az én javaslatom, hogy próbáljuk ki azt, hogy olcsóbban adjuk, hát ha többen jönnek, és akkor ez a Kleinefische, Gutefische elv érvényesül, az apró fillérekből is lehet üzletet csinálni, és ez be is következett. Nem csökken a bevétel, úgyhogy olcsóbban adjuk, és nagyobb forgalom megy. Jó napot kívánok! Én köszönöm a lehetőséget a találkozásra. Az az igazság, hogy azért késtünk, mert a
képviselő úr, a jelenlegi polgármester és a jövőbeni polgármester egy csomó pénzt akart elkérni tőlem. Slaci, vágjunk bele! Hölgyek és urak, köszönjük szépen mindenkinek, hogy elfogadták a meghívást és várnak türelemmel, mert már készünk vagy 20 percet. Most tekintettel arra, hogy egy kávét kaptam, ezen kívül 3 gombóc fagylaltot is kifizetett a Laci, bár mondta, hogy 3 sok lesz, 2 kellene csak nekem adni. Spórol a barátom. Amikor még először itt jártam, akkor terülyasztalkám volt, ilyen 5-6 fogásos ebédek. Most már a 3 gombóc fagyi is sok, mert ugye csökken a bevétel, aszály van, kiszáradtak a források. Ugye a Laci az a parlamenti képviselő, aki megy a folyosón már 14 éve, és nem úgy köszön, hogy jó napot kívánok, szervusz, hanem mindenkinek 471-es, 471, 471, 471. De bárkivel találkozik, csak ezt tudod mondani. Hogyan kampányolsz egyáltalán? Mi a munkamódszer, ha megkérdezhetem? Standolástól kezdve személyes megkeresésen keresztül. Mindig. Házról házra. Persze. Én ebben hány háztartás van nálatok? 2500. 2500. És ebből mennyit fogsz lejárni? Még van ilyen. Hát megmondom őszintén, azért ez nehezebb lesz most. Mi azt tapasztaljuk. És miben nyilvánul ez meg? Hát abban nyilvánul, meg ugye az aláírásokat továbbá így gyűjtjük, és vannak olyanok, akik nem hajlandóabb aláírni. De attól még ránk szavazhatnak? Nyilván azon vagyunk, hogy ránk szavazzanak, csak van, aki egyértelműen megmondja, hogy nem. Megváltozott a véleménye, vagy most nem? Igen, megváltozott. Ezek úgy gondolod fideszesek voltak korábban? Én biztos vagyok benne. Igen. Mindenki azt gondolja, hogy minden én döntök el. Ez nem így van. Nem. Így, az a baj, hogy nincs így. Én pontosan tisztában vagyok azzal, hogy akik itt vannak, nagyon sok emberrel beszélnek, hiszen aktivisták, Fidesz szimpatizánsok, támogatók vannak itt. És azt is tudom, hogy amikor most emberekkel beszélgetnek, akkor vannak, akik finnyáznak, vagy húzzák a szájukat, vagy úgy vannak vele, hogy most éppen nem akarnak bennünket támogatni. Én ezt pontosan tudom. Tudjuk mindannyian. Még az is lehet, hogy van, akinek igaza van. Tehát, hogyha választani kell, akkor úgy is mondhatnám, hogy ha már a legjobbat nem tudják megtalálni, a kisebbik rosszat válasszák. Ez is egy válasz, attól függően, hogy honnan nézzük, hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres a pohár. Az összegyűlt tömegnek, hát azért így nagyjából a fele a beszélgetés után, ők mondjuk a Városháza irányába és a Városházára léptek be, és sétáltak be. Ezt. Illetve volt kint néhány közmunkás is, akik ugye levették ugyan a mellényüket, de mondjuk a kezében tartották. De lehet, hogy takarítottak, nem tudom, mit csináltak. Nem ismerem őket. Tehát, hogy én ott a gondolom. Polgármester jelöltet sem ismertem személyesen, a mostani polgármester és a Tassó urat ismerem, ezt tőlük kell megkérdezni. Ha ilyen jelenség lenne, azt nem szeretném. De ez a helyi szervezők felelőssége egy kampányban, nem az enyém. Én minden kérdésre igyekszem megválaszolni, és egyáltalán nem tartok a vitától, meg attól se, hogyha ellenzéki beállítottságú szavazó odajön, és a saját maga által fontosnak tartott kérdéseket fölteszi. Igyekszem fölkészült lenni, ami részben abból táplálkozik, hogy érdekel a hely, ahova megyek, tehát szeretek mindennek utána járni, utána kérdezni, illetve a kollégáimtól elvárom, hogy jó anyagok készüljenek a politikai tartalmat, illetve a hely hagyományait, jelenét, jövőjét, kilátásait illetően. És hát rengeteg kapcsolata van a tárcámnak ezekkel a településekkel, például Debrecennel több 100 milliárd forintos fejlesztési ügyekben vagyunk szoros kapcsolatban, úgyhogy állandóan készülnöm kell, állandóan olvasnom kell. Részben hívják is az embert, azok a politikus társai, akik úgy gondolják, hogy tudok használni az ügynek és nem ártani egy önkormányzati kampány idején, de ez nem feltétlenül evidencia, és nyilvánvaló, hogy vannak politikusok, akik mondjuk így az országjárásra föl vannak kérve, vagy ki vannak jelölve, és általában a miniszter kollégáimmal együtt mindenki szokott vállalni valamennyit, ki többet, ki kevesebbet. Most nekem többet kell vállalnom. Ez volt a döntés. A miniszterelnök is megy, és én is megyek, persze mások is mennek, de talán nekem valamilyen oknál fogva a vidék járáshoz nagyobb kedvem meg affinitásom van. Vagy talán jobban szoktok érteni az ottani emberekkel. Van egy nagyon stabil szavazóbázis a Fidesznek. Nem gondolom, hogy ez most nagy volumenben sérült volna, de ugye azért csalóka ez, mert nem lehet a parlamenti választás részvételét, az önkormányzati választást almát a körtével összehasonlítani, almát az almával, körtét a körtével, abban az értelemben, hogy szerkesztő úr is jól tudhatja, hogy egy önkormányzati választáson mindig alacsonyabb a részvétel. Mindig a választást két dolog dönti el. Az egyik, hogy adjuk meg a választások tétjét, tehát hogy jól adjuk meg a választások tétjét. A háború és béke a választások tétje, vagy a marakodás és gyarapodás helyben.
a választások tétje, vagy valami egészen más, mint mondja az ellenzék. És a másik tétel pedig, hogy ki megy el választani. Ha a mi szavazóink elmennek választani, az egy olyan erős tömb és egy olyan erős közösség, ami én egyelőre látom megbontva, másrészt pedig az választást eldöntő, hogyha a Fidesz szavazók elmennek. Ma a Fidesznek nagyon mély a beágyazottsága, a lokális szinten, helyi szinten, kis közösségi szinten is. Ezt más versenytársak nem tudják egyelőre. Szerintem a jövő politikája nagyban azon múlik, hogy kinek van helyben embere. Tehát, hogyha van helyben embered, akkor a választásokon rá tudsz valakire mutatni. Ha nincs helyben embere egy politikai csoportnak vagy mozgalomnak, akkor nagyon nehéz helyi önkormányzati választásokon jelentős eredményt elérni. Persze mozgalmasodik a politika, lásd Magyar Péter jelenség. Vannak elég gyorsan felépülő, nem tudjuk, hogy hosszú vagy csak tiszavilág életű politikai pártok, vagy mozgalmak, vagy csoportok. És az egész a digitális kommunikációnak és infrastruktúrának köszönhetően sokkal gyorsabb, mint korábban volt. A kommunikáció általában sokkal gyorsabb. Legalább véget történik valami, nem unalmas. Igen. Újságra dögunalom volt idáig. Mindig leírhatták, hogy a Fidesz megnyerte a választást. Nagyon sok olyan hely lesz ma Magyarországon a 2024-es önkormányzati választáson, ahol összetett viszonyok lesznek. Tehát lesz egy polgármester, és nem biztos, hogy a képviselőtestet ugyanolyan színű vagy olyan többségű lesz, mint a polgármester. Ez Magyarországon, és még a Fideszben is ez egy tanulandó műfaj. Pont ezen gondolkodtam, hogy ez nem csak hogy a Fideszben, meg a politikában majd tanulandó műfaj lesz, hanem a lakosságnak is azt kell majd követnie. Ez nem lesz egyszerű. Hogy akkor most ki hogyan szolgálja a város érdekét, és ezeket a vitákat le kell folytatni. Ajaj. Miközben eddig hát, hogy sok helyen az erőből politizáló oldalról egyszerűen le lehetett rendezni és lezárni a vitákat. Egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ez rosszabb lesz. Egyáltalán. Hát együttműködési kényszer. Hát meg kell tanulni, a politikában meg kell tanulni együttműködni is. Ez szerintem egy nagyon izgalmas, és nagyon intellektuálisan sokkal izgalmasabb és sokkal érdekesebb, mint hogyha valaki brutál erőből átvisz a képviselőtestületen mindent. Mozgásszervileg bírja az ember, akkor az, hogy az országban tudok jönni, menni, emberekkel találkozni, és az ország minél több helyét jól földolgozni, jól megismerni, például a különböző falvas településeket is, az nekem inkább öröm, mint probléma lenne. Ugye az nem jó, hogyha egy politikai közösségnek a vezetői időnként vidékre látogatnak és osztják az észt a vidékieknek, a fővárosiak vagy a nagyelvtársak elmondják a helyieknek, hogy mit és hogyan kell csinálni. Inkább azt szeretem, hogyha van olyan nehézség, probléma vagy kérdés, akkor arról beszéljünk, vagy hogy kinek mi a kölcsönös tapasztalata, milyen irányba kell a dolgokat terelni vagy irányítani. Szerintem, amikor egy miniszter vagy egy elnökségi tag a Fideszből elmegy és megkeresi a helyi szervezeteket, akkor érdemes tapasztalatcserére és nem az észosztásra fókuszálni. Tehát én ezt fontosnak tartom, hogy ők is kapjanak valamit, idézőjelbe téve. Jellemzően a helyi politikai ellenfelekről nem sok szót ejt. Ennek mi a célja? Elméletek ezzel is nem vagyok segíteni. Ebben jó. Igen, de nem vagyok ebben jó. Tehát a mások gyalázása nem az erős oldalam. Egyedül Magyar Péterrel kapcsolatban volt ma egy megjegyzés. Egy megjegyzést tettem talán, de nem. Azt hiszem Mesiásnak neveztem talán, mert van egy kis áthallás az ő megjelenés és a mi polgármesterünk Márki úr fölbukkanása között van egy kis párhuzam, és csak ezért. De semmi más apropója nincsen. Én nem azért jövök, hogy mások alkalmatlanságáról beszéljek, hanem a saját jelöltjeink alkalmasságáról beszéljek. Tehát az én meggyőzésem arról szól, hogy mi miért vagyunk jók, és nem azért, hogy most itt helyi emberekbe, akiket nem is ismerek, beletapossak vagy legyalázom őket, az nem az én műfolyamában, nem vagyok jó. Az ellenfelet ritkán gyalázom. Február óta komoly veszteségek érték a Fideszt, ráadásul új kihívóként megjelent a Magyar Péter vezette Tisza párt is. Helyi politikusok arról beszéltek, hogy ez mekkora kihívást jelent, illetve Újfehértón és Nagykállón is szakadás jelentkezett a Fideszben. Lázár János arra törekedett a kampány körútján, hogy fel is rázza ezeket a közönségeket, ne pedig csak egyszerűen karakteréből fakadóan kampányoljon. Tapasztalhatjátok jól, hogy a 19-es választási kampányhoz képest a Fidesz központi kampánya is jóval erősebb. Ugye akkor nem volt az európai parlamenti választás egy napon, most együtt van, másrészt történtek itt bizonyos sajnálatos események február óta a politikában, ami egy kicsit nagyobb odafigyelést igényel talán. És azt kérte a miniszterelnök, és azt a döntést hozta a kampánycsapat, meg az elnökség, hogy magam is vágjak neki, és ahol erre van fogadókészség vagy vevőkészség, akkor esetleg próbáljak segíteni, vagy átvenni az ügyeket. Jó? Szóval azt gondoljátok, hogy van azért kopás? Van. Van surlódási veszteség, vagy kopási veszteség, ha jól értelek benneteket? Van. És ezek majd 26-ra
újra meggyőzhetőek, ha most nem is? Ez attól függ, nem elvetem újra. Az a kérdés, hogy addig mi történik? Igen, így van, ez a két év nagyon fontos lesz. Egyrészt, hogy megnyerjük ezt a választást, másrészt két év alatt mi lesz. Helyi jelölt arról beszélt, hogy ők is azt tapasztalják, hogy van némi változás a politikai támogatottságukban? Nem, szerintem ez a realitás. Vagy lehet ez is a realitás. Több mindent hallok, ahány helyen járok, különböző hangsúlyjal szerepelnek ezek a dolgok. Valakik azt mondják, hogy van esetleg negatív kritika, de sokkal kisebb, van, aki azt mondja, hogy nagyobb, ez helyenként, illetve hát helyismerettől vagy vérmérséklettől is függő. Nem aggódom emiatt, ez teljesen természetes dinamikája a politikának. Tehát, abban egyetértettek, hogy a Fidesznek van a támogatottságával valami. Uh-huh. Ezzel mindenki egyetértett, akik ott az asztalnál ült. Érdekes volt. Világos. Sőt, hát még a polgármester jelölt az még erősebben ragaszkodott hozzá, hogy de, igenis van. Nem kicsi a veszteség, ő azt mondja, hogy jelentősen a veszteség. Nincs városvezető váltó hangulat. Hát ővel elégedettek. Az a kérdés, hogy a Fidesszel elégedettek-e? Azt nem tudni, hogy ugye itt volt a Magyar Péter, hát olyan 2300-400 ember volt, de ezek... Most hány lakossal számolsz? 100? 118-120, de a fele volt csak Nyíregyházi. De még ha Nyíregyházáról vannak 3-4 ezeren, hát egy 120 ezeres városból 3-4 ezer ember, akit érdekel egy új politikai formáció, miért ne lehetne? Hát, nem. Persze vannak politikai elégedetlenek, meg vannak stilisztikai elégedetlenek, akiknek nem tetszünk, nem szeretnek bennünket, de a legveszélyesebb a gazdasági elégedetlenség. Engem az foglalkoztat, hogy mondjuk valaki 22-ben a Fideszre szavazott, és most esetleg morgolódik, ha van ilyen mondjuk. Nem tudom, hogy van-e ilyen. Azok mit mondanak? Mit mondanak? Nekem a lopás. De az is azt mondja, aki 22-ben a Fideszre szavazott? Igen. Van egy olyan minimum 10%-os vesztési arány, hanem egy kicsit több. Ezt mondtátok a miniszterelnöknek? Nem kérdeztem. Ott nem került szóba. Ez egy nagyon komoly bölcsesség, hogyha az ember nem kérdez meg valamit, akkor nem kerül bajba. De abban bízok, hogy te elmondod neki. Én elszoktam. Nézze, tavaly volt egy hatalmas infláció, gazdasági nehézségek vannak, nem volt akkora növekedés, mint aminek lenni kellett volna. Egy olyan országban élünk, ahol korábban nettó 10%-os bérnövekedés volt. Az, ha ez elmarad, megérzik az emberek. Ezt nem szabad homokba dugni a fejünket, és azon dolgozunk, hogy ezt megváltoztassuk. Ez az ellenzék narratívája, hogy minden rossz, vagy rosszul megy az élet. Az infláció ellenére meg tudtuk őrizni a társadalmi bizalom egy jelentős részét. Az egy komoly politikai teljesítmény, azt nem szabad alábecsülni. Ez nem csak kommunikációs teljesítmény, hanem ez politikai teljesítmény, vagy gazdaságpolitikai teljesítmény is. De az se csoda, hogyha veszteség van, mert hogy mondjam, egy 17%-os infláció mellett nem lehet úgy tenni, mint hogyha nem történt volna semmi sem. A Fidesz alapító generációból Kövér László és te vagy a legidősebb. Azt hiszem, jól mondom? Nézze, én azt gondolom Magyar Péterrel kapcsolatban két dolgot gondolok. Az egyiket nem akarom itt nagy nyilvánosságot mondani abban az értelemben, hogy felénk Hódmezővásárhelyen, de én földműves családból származom, van egy egyszerű mondás. Az ember nem szarik oda, ahonnan evett. Ez az egyik mondás. Ez az egyik mondás, csak nem akartam ilyen csúnyán beszélni. Nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni. Nem vitatom azt, hogy vannak a kisebb közösségek számára adott esetben irritáló jelenségek, az nem helyes. Általában abban a polgármesterek bele szoktak kukni. Haverjuknak munkát adnak, abból baj szokott lenni általában. Én érzem annak, személy szerint érzem ennek a kockázatát, politikai kockázatát, és érezzük a Fideszben is, hogy bizonyos csoportoknak, bizonyos embereknek a gyarapodása az másik csoportokban ellentmondást, viszályt, vagy hogy is mondjam, csak az irítségnél jobb szót próbálok találni. Elégedetlenséget vált ki. Így van. Tehát a magyar ember hajlamos arra, hogy ha valamire szüksége van, akkor nem előre néz, hanem oldalra. A közjónak teljesülnie kell, és amellett azt gondolom, hogy Magyarországon a magyar vállalkozókat kell helyzetbe hozni. Az elmúlt 14 évben mi föltőkésítettük a magyar vállalkozások egy jelentős részét országos és helyi szinten is. Ez egy akceptálható törekvés. Azt remélem, és abban a hitben végezzük a munkánkat a központi kormányzatban, hogy ez nem visszaélések útján és segedelmével történik. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek helyi, lokális problémák vagy visszaélések. A miniszterhez hasonlóan más kormánypárti politikusok is a háború tematikájával járják az országot.
Arról kérdeztük a miniszter urat, hogy milyen ellentmondásai vannak ennek a kampánynak, illetve mire alapozzák egyáltalán azt, hogy a háborúra lehet kampányt építeni. Látja, a világpolitika, azzal kezdtük a mai találkozást, kinyitottuk a Blikket. Háború van, rálőttek a szomszédos ország miniszterelnökére, lezuhant az iráni elnök helikopteretet, drámákkal teli világban élünk. Ez a közhangulatot és az emberek gondolkodásmódját akár akarja a Fidesz, akár nem, vagy akár akarja az ellenzék, vagy akár nem befolyásolja. Azt nekem senki nem mondja, hogy amikor a szomszédos országban háború van, egy másik szomszédos országban lelövik a miniszterelnököt, az hidegen hagyja a magyar társadalmat, hogy azt jelenti, hogy megbolondult a világ, és valami baj van a világban. A gazdasági szuverenitás megtartása vagy feladása, ukrán háború, háborúba való belépés vagy kimaradás, akkor szerintem nem mindegy, hogy kiről szavaznak, illetve hogy hogyan döntenek, tehát háború vagy béke kérdés köréből kell dönteni, szuverenitás, önállóság vagy az integrációban való feloldódás, helyi szinten pedig gyarapodás vagy marakodás kérdését kell eldönteni június 9-én. Közben egy Magyarországon belüli belső elégedetlenségről van szó, ami részben érzékelhető, nem érzékelhető, ugye a Magyar Péter jelenségről ugye beszéltünk, hogy erre válasz-e igazából? Nem erre válasz, erre nem válasz. Szerintem a politika reflektív műfaj. Magyar Péter jelenség is reflektál valamire, és az, amikor a Fidesz a háború kérdéséről beszél, az is reflektál valamire. Mert tehát az, amikor azt mondják, hogy a politikusok tematizálják a közbeszédet, és hogy a kormányzati kommunikáció vagy propaganda befolyásolja az embereket, szerintem nem. Az emberek gondolatai befolyásolják a politikát. Minden közvéleménykutatások alapján döntenek a politikai pártok, hogy mit tesznek tévává. A Fidesz nem tudna a háborúról beszélni, ha ez nem érdekelni az embereket. Én azt tapasztalom, nekem van első és másik világháborús családi tapasztalatom, vagy családi áldozat. Nagyapám lehúzott 3 évet hadifogságban Oroszországban. Én még nagyon sok embert ismertem, aki hadi árva volt. És most is vannak még hadi árvák. Ugye a hadi árvák kapnak egy speciális juttatást és járulékot, ami az én személyes előterjesztésem volt. 70 ezer ember volt körülbelül még, aki hadi árva volt. Szóval ezt nem, a háborút nem lehet relativizálni. A háború az háború. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem olyan háború, meg nem úgy háború, de hogy nem. Hát ebbe a percben is meghal 20 éves gyerek orosz vagy ukrán oldalon. És abból mindenféleképpen ki kell maradni. Semmi, nincs az egésznek olyan pontja, nem létezik az a nemzetközi szolidaritás, ami a háborúval való szembehelyezkedést, vagy a háborútól való ösztönös félelmet fölülírná. És azt mondod, hogy a fideszesek megvehetőek voltak? Nem. Hogy lehetséges ez? Azok vannak még itt? Itt vannak azok a fideszesek is, akit megvett? Hát nincsenek. Kizártátok őket, vagy mi? Persze. Legalábbis hát a Fidesz logóval indultak között. Megves 2 embert. Kitört az új fehértói politikai csata. Még ilyet izgalmas regényt lehetne belőle írni. És vele nem tudtatok megállapodni, hogy miért nem lép vissza, hogyha nem őt akartátok? Nem. Ennyi már. Nem tudtunk. Tehát a 2 fiú között kibékíthetetlen ellentét van. Az meg a nagykálói csata. És horvát között. Elképesztő. Református lelkész és vállalkozó, idős otthon. Ez atipikus az öltözete. Ugye? A mi református lelkész. Nem tudtam eldönteni. Azt hittem, hogy ez egy vicc akar lenni. Nem, ugye nem, ez tényleg. Akkor áldás békesség. Áldás békesség, igen. Először azt kell tisztázni, így prédikálsz? Ebbe a cuccba prédikálsz? Nem, de mert az volna izgalmas, egy új modern pap, ez teljesen új világ. Nem, vannak modern felszólalásaim. Igen, vannak. A híveknek imponál. Szerintem egy cipőbe járunk. Azt gondolod, hogy engem is elviselnek a gyülekezetben? Szeretnék. Nem. A lelkész barátai, igen. A Fidesz lelkészei között vannak néhány arra, akik lehetnek. Megértettem. Tekintettel arra, hogy egy nagyon lelkes, aktivista közösség is van itt most jelen, nagyon sokan azok közül, akik Újfehértón vagy a környékben segítenek bennünket, ráadásul egy bonyolult politikai helyzetben segítenek nekünk itt Újfehértón rendet tenni, ami nem olyan egyszerű dolog. Én örülök. Szavazzon ránk, nem fogja megbánni. Az egész családunk Kishetőre szavaz. Na, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy eljött. Na. Egy szavazót szereztem. Legalábbis ma estére. Ez már megvan.
reggel 6 óra óta üldözöl, és nem hagyod, hogy leüljek egy fröccsre, vagy egy sörre, vagy egy pálinkára az új fehér tói emberekkel. Hát milyen világ ez? Senki sem mondta, hogy könnyű lesz. Elképesztő. Várakozásokkal ellentétes lesz a Fidesz eredménye, mert ugye a Fidesz azt reméli, hogy azt vizionálja, illetve az a Fidesz várakozás, hogy megnyerjük a választást. Ha ez relativizálódik, vagy egy ellentmondásos eredmény lesz, annak nyilván megvannak a következményei. A győzelemnek is megvannak a következményei, és a vereségnek is. A politika az egy ilyen műfaj. Ezek a látogatások, vagy ezek a találkozások, nevezzük így, persze kampánycélt szolgálnak, mert is kampányolok, és minél több választót meg akarunk győzni, de visszajelzésként, mint mintavétel is nagyon fontos, amikor az ember a kormányzatban dolgozik, mert ezt alulról lehet csak megérteni, meg megépíteni, hogy mire van ez itt ilyen embereknek szüksége. Lázár János vagyok. Szervusz, örülök. Az igazság, hogy polgármestert még temetőjárattal kampányolni életemben nem hallottam, pedig már 1995 óta húzom a szakmát. Ebben az országban hosszú évtizedeken keresztül, amikor én öregeket, a 3 évet Szovjetunióban lehúzó nagyapámat meghallgattam, azt mondta, hogy mindegy, hogy mennyit keresnek az emberek, csak háború ne legyen. Volt ebben az országban egy olyan generáció, aki ezt tartotta mindennél fontosabbnak. Én kicsit hiszek az öregek szavának megérzésének, és a nagyszüleim azt mondták, majd akkor lesz újra háború, hogyha az a generáció kimegy, aki megélte a háborút. És lassan abba a világba érünk, abba az életkorba élünk mindannyian, hogy elveszítettük azt a generációt, aki a II. Világháborút fölnőtt fejjel átélte. Ezért a személyes tapasztalat, aggodalom és kockázatfelismerés nem óv meg bennünket, a saját magunk megérzésére vagyunk hivatottak, és ezért azt szeretném kérni önöktől, legyenek észnél, jól gondolják meg, hogy elmennek-e szavazni, mert ennek a szavazatnak a béke és háború dimenziójában később, hónapokkal vagy évekkel később még óriási jelentősége lehet. Aki most a Fideszből kiáll, az az ország ellenségeit erősíti, nem a Fidesznek árt vele, Magyarországnak árt vele, mert az, ami az utóbbi hónapokban történt Magyarországon és a Fidesszel, azok miatt az ellenségeink bontanak pezsgőt Európában. Aki ma a kormánypártot belülről gyöngíti, nem vitatva azt, hogy esetleg igaza lehet, az az ország ellenségeit erősíti, és ha valakinek kritikája, véleménye vagy ellenérzése van, annak nem az a módja, hogy kiáll a nyilvánosságra, alakít egy másik politikai pártot, hanem adott esetben tudomásul veszi, hogy egy ilyen veszélyes helyzetben nem érdemes és nem szabad az országot gyöngíteni. Nem a Fidesznek árt vele, ha Magyarországnak gyöngébb lesz a kormánya, az országnak árt vele. És ehhez fölnőtt emberekre, fölnőtt felelősségteljes gondolkodásra van szükség, nem pedig gyerekekre. Ezt szeretném javasolni, megmondom tovább. Nekem a mai kampánytapasztalatom az az, vagy a kampányra kapcsolatos tapasztalatom az az, hogy politikai verseny van. Magyarországon újra politikai verseny van. Ebben a Fidesznek az esélyei nem rosszak, mondhatni, hogy elég jók, de rengeteget kell dolgozni ezért. Van egy elbizonytalanodás a saját szavazótáborunkban, az embereinkben is, tehát kell beszélni minél több ember, és meg kell erősíteni a bizalmat, vagy akinek elment, az vissza kell szerezni. Ez nagyon fontos. Nagyon sokat fejlődött ez a térség, mentálisan sokkal jobb állapotban van, mint volt 20 évvel ezelőtt. Ez most nem az a régió, ahol lemondanak az emberek a jövőről, hanem az a különbség, hogy most reménykednek az emberek a jövőben. Nagy különbség. 20 évvel ezelőtt lemondtak a jövőről, most pedig reménykednek a jövőben. Szerintem ez egy nagyon komoly változás. Hogy aztán tudunk-e nekik segíteni ebben, és hogy önmagukat ki tudják-e húzni a bajból a hajuknál fogva, és tudnak-e a lehetőséggel élni, amit teremtünk, ez egy másik kérdés. De reménykednek a jövőben. Nem volt negatív tapasztalatom ilyen szempontból. Jó állapotban vannak mentálisan, illetve jól gondolkodnak a világról, vagy pozitívan gondolkodnak, még azok is, akik esetleg kritikusabbak voltak, vagy óvatosabbak a helyzet megítélését illetően.